Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a hétfői bemutató. Két napunk van itt a szeptember 1-je, amikor megjelenik a következő gyűjtető minifigura sorozat, vagyis a Marvel verzió. Mielőtt belekezdünk itt a Marvel figurák átnézésében, kezdjük azzal, hogy ezzel bocsánat a különböző zajokért itt körülöttem. Kijöttem a szobából, hogy egy kicsit több fény legyen, kicsit jobban kinézzen ez a videó, viszont hát itt az út mellett, ahol a szállás van, ezért elég nagy zaj van, illetve egy fűrészterep is található, szóval lesz itt hangzavar bőséggel, hogy ezért erről is bocsi. Na de nézzük a Marvel gyűjtető minifigura sorozatot, ami ugye nagy meglepetés volt, abban az értelemben, hogy mikor az első pletykák felröppentek, olyan év eleje, vagy hát már lassan tavaly év vége felé is már megvoltak ezek a pletykák, akkor mindenki nagyon megörült neki, és azt kell mondom, hogy jogosan, hiszen nagyon jók lettek a figurák. Kezdjük a dobozzal, ahol egyből feltűnik az, hogy a szokásos formátumot hozzák, vagyis a 36 darabos dobozt fogják kiadni. Ez azt jelenti, hogy elméletileg 3 teljes sor lesz benne, és azért mondom, hogy elméletileg, hiszen a Looney Tunes-nak a válogatás közben is akadtam olyan dobozzal, ahol nem lett meg a teljesen a 3 sor, néha nagyjából csak 1, de hát ez előfordul, hiszen amikor csomagolják össze a dobozokat, akkor az ottani munkások sem tudják pontosan, hogy mit csomagolnak be, melyek azok a figurák, amik bekerülnek, szóval előfordulhatnak hibák. Ami még érdekes a dobozról az az, hogy látható, hogy honnan vannak a figurák. Ugye ez a 4 sorozat, ami a Disney Plus-on ment, vagy menni fog, ugye ezek közül az egyik a WandaVision, a Sólyom és a Kapitány, Loki, valamint a What If, ami talán szerintem a legizgalmasabb a 4 közül. Nézzük akkor a figurákat, ahol igyekeztem összedni különböző érdekes információkat, és lehet, hogy kihagytam valamit, mert azért nem vagyok egy nagy Marvel tudós, úgyhogy mindenképp jöhetnek a kommentbe az esetleg pontosítások, vagy bővebb infók, ha valami kimaradt volna, ezeket mind előre is köszönöm. Illetve ma ne felejtsetek el a feliratkozást is, illetve a lájkolást is, ha már a komment szekció felé tekertek. Na, nézzük akkor a figurákat, és egyből kezdjük az elsővel, ami egy nagyon izgalmas, hiszen Scarlet Witch-el, azaz a Skarlát Boszorkány, vagyis Wanda Maximoff-val fogunk találkozni. Ugye ő az, aki a WandaVision-ből a főszereplő, az egyik főszereplő, hiszen ő hozza létre a Hexát, és abban teremt egy ilyen nagyon különleges világot maga számára, ahol boldogan tud élni. És ebből az utolsó részben látható, mikor tényleg felveszi a Scarlet Witch ruházatot, azt a ruhát kapjuk meg figurában. Itt megkapjuk egyébként a két arcot is, tehát megkapjuk rendesen a vörös szemeket, amik legjobban passzolnak ehhez a boszorkányhoz, így fogalmazzak. De megnézve a torzót is, nagyon jól sikerült ez a figura, nagyon szépen kidolgozták. Nézzük a kiegészítőket, ahol ugye a vörös erőt, hogy így hívjam, kapta meg. Ez ugye nem más, mint az az erő, energia, amivel ugye a látomást tud különböző fejekbe varázsolni, valamint amivel ugye védekezni és harcolni tud. És támogatás szempontjából pont ez az, ami segítség lesz nekünk, hiszen ezek a nagyon ívelt, nagyon különleges formákat lehet a legjobban megtalálni, illetve hogy a belső fején ott van a kapaszkodó, meg tudja fogni, tehát ez is könnyű megtalálni, de ugyanúgy a haj is segítségre lehet. Jön a következő figura, ami nem más, mint a WandaVision-ből a Vision, vagyis a White Vision, ami azért ilyen különleges, és azért kell nagyon szétválasztani, hiszen ugye a filmekben rendes Vision elpusztul, mikor Thanos kiveszi a fejéből a kristályt, és ezt a SHIELD tagjai megpróbálnak egy új Visiont létrehozni, ugye az alkatrészek segítségével, ebből lesz a White Vision, aki fő feladatául a Wandának az elpusztítását kapja, és ezzel megszüntetve a Hexát, de ugye ebben a látomásban Wanda lehetősége van rendes Visiont odavarázsolnia, és a ketten megküzdenek egymással, majd Vision átadja rendesen az emlékeket White Visionnek, aki így Visionné változik, és mindenki boldogan él, még meg nem hal, kis túlzással. Úgyhogy igazi katyvasz ez a Marvel univerzum, azt szerintem látjátok. De nézzük a figurát, ahol ugye rendesen ki van emelve, hogy ez a White Vision. Nagyon jól meg van csinálva a ruházata, ezek az arany ezüst szegélyekkel, nagyon jók a kontúrok, tehát tényleg egy nagyon-nagyon jól sikerült figuráról beszélünk itt. Egyedül egy hibát tudok felfedezni nála, az pedig a fejrész, és az előső részen lévő nyomat, illetve a hátsó részen lévő nyomat nem ér össze középen. Ez egy eléggé kis hiányosság, és ez eléggé ront a figurának a összképén, hiszen egyébként nagyon jól sikerült. A kiegészítője maga a laptop, amin ugye láthatjuk egyrészt a SHIELD-nek a logóját, a Hexát, valamint a házat, ahol ugye Wanda lakik,
indulnak meg az információk neki. És ez az, ami segít igazából a tapogatásban is, hiszen kapjuk a billentyűzetet, ami ugye egyszer kettes plate, ugye ennek sima a teteje, és belül pedig ugye üreges, hogy rá lehessen tenni a két bütyökre, valamint maga a könyv, vagy hát laptop ki, hogy hívja, hiszen a Harry Potter sorozatban sokat ilyet láttunk, hiszen ott használták ezeket az alkatrészeket a könyvnek. Itt van egy felső rész, ami sima mind a két oldalon, és csak az alján van egy ilyen kicsit hengeresebb rész. És akkor jön az alsó rész, ugye a könyvnek, vagy hát laptopnak az alsó része, ahol középen megvan a két bütyök, amivel a csempő tud rámenni. Az egyik oldalon szintén megvan a hengeres rész, illetve a másik oldalon egy kis kiugró rész, amivel rá lehet csak tenni a tetejét. Jön a harmadik figura, aki nem más, mint a WandaVision-nek a harmadik tagja, vagyis Monica Rambeau, aki a SHIELD-nek az ügynöke, és azért küldik a helyszínre, hogy kivizsgálja a sok ember eltűnéssel kapcsolatos dolgot, ahol felfedezi Hexát, és megérintve belekerül, és ezzel is együtt kap egy különleges erőt, amit aztán a Wanda segítségével tud kifejleszteni, és így lesz belőle szuperhős. Az ő karaktere szerintem a sorozatban a pontosabban a minifigurák között a leggyengébb, hiszen kidolgozottság szempontjából csak a torzó van megnyomva, a lábrész nem. A torzón is igazából maga a SHIELD-nek az egyenruhája látható. A különleges érdekessége viszont a figurának a hajrész, ahol ugye ez az afrikai női hajt kapjuk meg, ami nagyon-nagyon jól sikerül, szerintem ez igazán különlegesség, és ha valaki diorámát épít, akkor nagyon jól fogjuk használni ezt a frizurát. A kiegészítője nem más, mint a piros helikopter, amit egyébként a sorozatban látunk, ami nagyon különlegesen jelenik meg, hiszen az egész sorozat, most van az a képkocka, teljesen fekete-fehér, viszont maga a helikopter a színes, és ugye ezen jelenik meg maga a SHIELD-nek a jele, tehát egy nagyon különleges kis része ez a sorozatnak. Szóval ezzel a kiegészítőt kapjuk ez a figurához, ami egyébként segítséget fog tudni jelenteni magához a tapogatáshoz is, hiszen a propeller hengeres része, a falok résznek az a nagyon bütykös, nagyon hengeres rész, valamint az elején lévő slope elem lesz, ami segítségetekre lesz a tapogatásnál szerintem mindenképp. És olyan negyedik figura, amivel elhagyjuk WandaVision-t és átlépünk a következő sorozatba, ami nem más, mint a sólyom és a tél katonája, ahol megkapjuk Bucky-t, vagyis a tél katonáját. Ugye ő azért fontos szereplője a Marvel univerzumnak, hiszen az amerikai kapitánynak, vagy egy Steve-nek a legjobb barátja, még a kezdetektől fogva, nagyon sok kalandon vészelnek át, nagyon sok mindenbe belekeverik, egy kicsit ilyen szerencsétlen figurának is lehet mondani, de azért egy fontos szereplője, és ugye a karja azért lesz robotkar, hiszen az egyik részben lezuhan, és a Hydra menti meg, és ők adnak neki egy új kart, és ez lesz az ő szuper ereje, hiszen nagyon erős kar lesz a segítségére ahhoz, hogy átviszelje a dolgokat. Na, ez a figurában is remekül megjelenik, hiszen nagyon szépen ki van dolgozva ez a különleges kar, valamint megkapja a kék egyenruhát, ami ugye hozzá köthető, nagyon szépen kidolgozva. A nyomatokat megkapjuk magán a lábrészen is. A kiegészítő itt nagyon érdekes, hiszen amikor a kapitány pajzsát kapjuk meg kiegészítőben a késen kívül, ugye a kés az ő választott fegyvere, tehát ez nem egy meglepő, de az amerikai kapitány pajzsa az nagyon meglepő, hiszen a végjátékban a pajzsot, amikor a kapitány nem neki adja, hanem a sólyomnak, hiszen ő volt a másik szántsegédje. Tehát ez egy nagyon érdekes ilyen egyveleg, azt kell, hogy mondjam. Tapogatás szempontjából a pajzs lenne legkönnyebb megtalálható, hiszen sima felülete van, belsejében pedig a fogantyú, amiben meg tudja fogni a figura, viszont ez nem lesz elég, mindenképp keresni kell magát a kést is, ami egyik oldalon egy sima, másik oldalon pedig egy hengeres rész, tehát ezt mindenképp érdemes keresni. De jön a következő karakter, aki egyértelműen a sólyom, hiszen már itt emlegettem, akkor ki más lehetne. Ugye őt azért izgalmas, hiszen ő a másik segédje, amerikai kapitánynak a legjobb barátja, aki minden ügyességben benne van és legjobban segíti, szóval ő a másik ilyen karakter. És a figura is nagyon érdekes lett, hiszen az eddigi megszokott egyben lévő szárny helyett kapunk egy három részből álló szárnyat, ami szerintem sokkal, de sokkal jobb lett. És ami a másik legjobb ebben az egészben, hogy még a szárnyak is kaptak nyomást, tehát szépen mindenhol megvannak a nyomatok, ahogy azt lennie kell, gyönyörűen kidolgozva, tehát tényleg nem lehet ok a panaszsal, azt kell, hogy mondjam. És olyan a másik kiegészítő, ugye a szárnyon kívül, ez még nem más, mint az amerikai kapitány pajzsa, igen, jól gondoljátok. Ez megint egy olyan dolog, ami kicsit fura, hiszen ha már Bucky-nál ott van, akkor nála miért, vagy hát akkor, ha nála van, akkor Bucky-nál miért, na mindegy, ne is folyunk bele, valószínűleg a sorozatból kiderül minden részlet. A lényeg az, hogy tapogatás szempontjából a pajzsot is meg tudjátok találni, de ahogy látjátok, ez sem elég, mindenképp a szárnyat kell keresni, és ez szerintem nem lesz nehéz, hiszen egy nagy darab dologról beszélünk,
rajta a nyakrésszel, szóval könnyen meg lesz ezt találva. És ezzel érkezünk a sornak a feléhez, vagyis a hatodik figurához, aki nem más, mint Loki. Értelemszerűen a Loki sorozatból, ugye Lokit a Thor filmekből ismerjük a leginkább, ha valaki a filmeket ismeri, és nem a képregényeket, ő a Thornak a testvére, mondhatnánk most, hogy gonosz testvér, aki egyfolytában hatalom éhes, és egyfolytában úgy próbálja minden dolgokat, hogy ő kerüljön hatalomra, de aztán mindig pórulja el szegényként. Hát ez a sorozatban sincs másképp, hiszen a végjátékban a Tesseract segítségével ugye megmenekül, de az idővariancia hatóság elfogja, és választási állítja, hogy most akkor beáll hozzájuk, vagy pedig teljesen törlik az időről, és senki sem fog rá emlékezni. És hát természetesen ő azt válasz, hogy beáll közéjük, persze megszök, meg rengeteg kalandon vesz részt, ezt nézzük inkább, meg inkább a sorozatban, most nézzük inkább a figurát, ahol gyönyörűen utálnak magára, hiszen mindenhol megtalálható a TVA-nek a logója, valamint nagyon ikonikus nyakkendővel egyetembe, tehát tényleg nagyon szépen kidolgozott figuráról beszélünk. Kiegészítőkben megkapjuk a bögrét, ami szintén a TVA logója látható, ez szerintem nagyon jól tett, nagyon jól néz ki, és jön egy nagyon speciális kiegészítő még hozzá, ami nem más, mint egy béka, ami azért izgalmas, ugyanis a Thorg nevet viseli, azaz az elvarázsolt Thort, akiről még nagyon keveset tudunk, de ha utána kerestek a neten, akkor látható, hogy egy átok hatására Thor elvarázsolódik és béka lesz belőle. Bekerül a békák közé, különböző csatákat vív, nem is kell belemenni, nézzük inkább a figurát, ami nagyon szépen van kidolgozva, és nagyon utal Thorra, hiszen megvan a kalapácsa, a palástja, tehát tényleg egy nagyon-nagyon jó sikerült figuráról beszélünk. Tapogatás szempontjából pont a béka fog nekünk segíteni, hiszen egy nagyon különleges formája van, ráadásul a kalapács is egy nagyon különleges, tehát ezt érdemes keresni. Persze ott van a haj meg a bögre is, amit meg tudtok találni, de szerintem a béka az, amire koncentráljátok tapogatás közben. És ezzel térünk át a hetedik figurára, aki nem más, mint a Loki. Igen, jól gondoljátok, újabb Loki, méghozzá a Lokinak a női változata, amit szintén a Loki sorozatból van. Ugye őt gyerekként elfogja a hatóság, és ők nevelik föl, onnan megszökik, összeáll Lokival, és a két Loki együtt megy át a kalandokon, és próbál eljutni a főgonoszhoz, Kanghoz, de ez inkább szintén maradjon a sorozatnál. Maga a figura nagyon jól van megkialakítva, nagyon jól hozzák itt is a sorozatban látható karaktert, ugye a szarvakkal, hiszen az egyik le is van törve, és ez is nagyon jól átjön, a rövid hajjal, a ruházattal, ami szintén nagyon jól néz ki, valamint a kiegészítővel is, ami két kiegészítő, egyrészt a kése, ami nagyon sokszor megjelenik a sorozatban, valamint egy krokodillal, aki nem más, mint, igen, Loki, pontosan, Lokinak a krokodil verziója, aki szinte egy alternatív univerzumból származik, ahogy a női Loki is. És egy tapogatásnál pont ő lesz a segítségünkre, hiszen az alakja nagyon egyedi, hosszú, falkincelnek is domborlatokkal, nagyon könnyen megtalálható, szerintem azt keresétek leginkább. Persze, ha is megtalálható a szalvakkal együtt, de vagy a kés, aminek az egyik felén csima, a másikon pedig hengeres, de azt gondolom, hogy mindenképp a krokodilre fókuszáljatok. És akkor jön a nyolcadik figura, amivel átugrunk az utolsó sorozatra, ami nem más, mint a What If, ami arról szól, hogy mi lett volna, ha más szereplők, más karakterek bőrébe bújnak, mi lett volna, ha más univerzumokban lennénk, tehát egy nagyon-nagyon kúszaságot hoz össze, még jobban megkeveri a Marvel univerzumot annál is jobban, mint amennyire eleve megvan. És itt nem is nagyon tudtam a karakterektől pontos infót szerezni, úgyhogy ha valakinek van, akkor ezt mindenképp nyomja ide kommentbe a videó alá, akkor nézzük a karaktereket magukat. Kezdjük egyből a zombi ölő Pókemberrel, aki nagyon különleges figura, főleg, hogy Dr. Strange köpenye van rajta, de már eleve a ruházata különleges, hiszen nagyon éles kontúrokkal megrajzolt ruha nagyon különlegessé teszi, és azt gondolom, hogy a nagyon sok halálosan unt Pókember figura után végre egy különlegesség, aminek szerintem mindenki nagyon tud örülni. Kiegészítőként két dolgot kapunk, ami nagyon érdekes, az egyik ugye maga a pókfonál, ami semmi extra, hiszen egy fehér, legalább már ismert alkatrész, a kis műkökkel rajta, hogy meg lehessen bárhol fogni, valamint egy extra fej, tehát magyarul, mintha nem lenne rajta a csukja, úgy lehet rátenni magára a torzóra. Ez egy nagyon jó ötlet, hiszen Peter Parkernek a különböző mimikáját remekül hozza, főleg, hogy két arca van, és igazából ez igaz nagyon sok figurára is, amit elfelejtettem eddig mondani, hiszen majd mindegyiknek két arca van. Tapogatás szempontjából itt ugye a pókfonál lesz a legnagyobb segítségünkre, vagy akár a két fej is,
de azt szerintem nagyon nehéz lesz megtalálni. Én azt gondolom, hogy inkább a Pokfonára koncentráltok és azokon lévő bütykökre. Jön a 9. figura, ami nem más, mint ugyanúgy a zombi világból, a zombik Amerika kapitány, most szintén érdekes elgondolás. A figuránál kiemelném, hogy nagyon jól néz ki maga a feje, ez a zombis feje, az egyik karral, ami szintén ilyen zombis dolgokat mutat, valamint az ütött, kopott, agyon használt ruházat, illetve pajzs, ami szintén megtalálható ezt az agyon használt rész. Tehát ez nagyon ötletesen ki van találva. Kiegészítőként csak a pajzsot kapjuk meg, valamint a sapkát, tehát nagyon nehéz tapogatás szempontjából, hiszen itt is megvan a pajzs most már harmadszorra, úgyhogy mindenképp érdemes a pajzson kívül a fej részt, pontosan a sisak részt keresni, aminek a teteje sima, belsőbe ugye beférne rendesen felrészt, hogy az üreges, illetve a szemeknek is megvan a hely, tehát ezt érdemes valamire kitapogatni, hát nem lesz könnyű dolgunk, azt kell mondanom. Jön a 10. figura, ami nem más, mint Carter kapitány, nem hívnám különlegesnek, inkább a hajrész az, ami különlegessé teszi. Itt is megkapjuk a pajzsot, most már negyedszerre, szóval nem lesz egy egyszerű dolgunk, de szerencsére kap egy extra kiegészítőt is, ami maga a tezelak. Itt is itt ráadásul nem egy kockával valósították meg, hanem két pléttel, egyszer egyes pléttel, úgyhogy így szerintem sokkal jobban néz ki a minifigura kezében. Tapogatás szempontjából is ez fog nektek segítséget nyújtani, hiszen ott van a haj, illetve a két egyszer egyes plét, és persze a pajzs is, de hát ugye azzal most nem tudjuk beérni. És ezzel is érkeztünk az utolsó két figurához, ezek az 11-es, így szintén szép egyvelek, hiszen ő Fekete Páduc, akarom mondani űrlord, vagyis hogy Fekete Páduc karaktere csala, aki az űrlord szerkójában van. Ez is egy igazán érdekes kis egyveleg. Figurát megnézve a különlegessége az a torzó, hiszen a vakandai lila színben pompázik a kabát, amit eddig megszokhattunk más színben, valamint ugye az afroamerikai arc, illetve haj, ami különlegesség lehet, de ugyanúgy a maga a sisakja is, hiszen az is ugye az afroamerikai hajrészt kapja meg fölül, tehát ez is egy igazán különleges. Ha valaki gyűjti az űrlordot, akkor ez nagyon szépen ki fog tűnni közülle. Kiegészítőkben ugye a sisakot már mondtam, de ezen kívül megkapja magát a fegyvereket is, amit űrlordnál már megszokhattunk, tehát ez nem egy újdonság. Tapogatás szempontjából is azt érdemes keresni, ugye ez egy majdnem háromszög alakú különböző domboltokkal, tehát ez viszonylag könnyű megtalálni. És akkor jön az utolsó minifigura, vagyis a 12., aki nem más, mint Gamora, aki Thanos fogadott lánya, és itt most éppen Thanosnak a ruhájában teszteleg, úgyhogy nagyon érdekes kis kombináció, ugye a figurán jól látszik, hogy szerintesen szépen kidolgozott arany ruházat, a dupla pengével, mint kiegészítő, és tapogatás szempontjából is ez a legkönnyebb, hiszen az a vékony, végén hengeres rész, amit ugye össze lehet kötni a hengeres kis extra elemmel, azt érdemes keresni tapogatás közben, de hát persze tud segítség lenni a haj is, de szerintem a pengék lesznek a tökéletes megoldások. Amit nem mondtam el a figurákkal kapcsolatban, az, hogy mindegyik tasakban megtalálható az a kis kiemelő elem, amit a DC-sorban is láthattunk, ezzel kicsit kiemelve az akciófigurákat, vagy a szuperhősöket, és adva nekik egy kicsit nagyobb ilyen hatást. Szerintem jól tett volt ide is berakni, úgyhogy ezt szerintem szeretni fogjátok. Kézzük azt, hogy kinek ajánlom, kinek nem, ami azt gondolom, hogy könnyű, hiszen a Marvel fanoknak szinte kötelező, annyira jó sikerült a figurák, de ezen kívül gyerkőcöknek is, hiszen bár különlegesek a figurák, de azért nagyon jó átható bármilyen Marvel színhelyen, vagy bármilyen Marvel készletben, de akár aki diorámát épít, ahogy említettem is, a különböző hajak vagy kiegészítők szintén nagyon jó hasznot hozhat esetleg a diorámában, ezt mindenki majd el tudja képzelni, vagy el tudja helyezni. Vagy aki a sorozatokból egy-egy karaktert szeret, azoknak is tudom ajánlani, hiszen az a karakter remekül van megformázva, úgyhogy bátran szerezétek be, a tapogatás hallottátok, az segítség lehet. Kinek nem ajánlom? Hát ez nehéz, azt gondolom, hogy szerintem kevesen vagyunk, akiknek ne ajánlám. Azon, hogy aki a Marvel világgal nem foglalkozik egy kicsit sem, azoknak nem tudom ajánlani, de mindenki másnak maximálisan. És ezzel is érkeztünk a videó végéhez, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, nagyon remélem, hogy hasznosak voltak az információk, illetve az utóbbi videóban mindenhol igyekeztem valami plusz infót belevinni, ami egy kicsit hozzáad valami pluszt a készletekhez, úgyhogy remélem ez is hasznosnak találtátok. Ha így van, akkor jöhet a like, ne felejtkezzetek el feliratkozni, ne felejtkezzetek el kommentelni, valamint továbbra is ír a támogatás, még akkor is, hogy messze vagyok, hiszen tudtok pólót rendelni, valamint a saját készletemet is megrendelni, minden info a videó alatt lévő linkeken, vagy akár nyugodtan nyitok rá a üzenetet, és akkor segítek. A következő videók pedig mindenkinek nagyon jó legózást, élvezzétek az utolsó napokat a nyárból, jók lehetek, sziasztok!